Üdvözlet mindenkinek! 2023. május 15-e van itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal egy hírt találtam, miszerint a gáztűzhelyeket szeretnék betiltani a jövőben, 2024-től New Yorkban. Hogy ez igaz-e vagy sem, el fogjuk megvizsgálni, milyen hatása van ennek a jövőre nézvést, és mi a cél ezzel. Mielőtt nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Elfogadom, hogy ez jelentéktelennek tűnhet első hallásra, illetve sokakat ez nem is érint, vagy nem is érdekel ilyesmi dolgok, azonban mégis felfedezhetjük ugyanazokat a célokat emögött is, mint amit már oly sokszor megbeszéltünk, különböző úgymond környezet- vagy egészségvédelemmel kapcsolatos intézkedések mögött. Az én meglátásom szerint egyértelmű az a törekvés, hogy elektromos áramra szeretnének átállni. Elmagyaráztam ezt én már többször. Ez könnyen ellenőrizhető, illetve kiépült a rendszer, és a rendszer által könnyen irányítható és mérhető. A másik előnye az, hogy relatíve könnyen is kezelhető, ezáltal működtethető a fűtés, a hűtés, a konyhai berendezések. Úgy tűnik, hogy a közlekedés is, bár az én elképzelésem szerint nem nagyon lesz itt közlekedés. Különösen közép vagy hosszú távon ez a 15 perces város dolog nem véletlenül röppent fel. Néhány hónappal, illetve évvel ezelőtt addig mehetnek az emberek, amíg el tudnak jutni, majd biciklivel, illetve 15 percnyi körzetben ott lesz minden bolt, a munkahely, és amire szükség van a megélhetéshez, mindent monitorozni lehet majd ezekkel a végtelen kamerákkal, szenzorokkal, hang és egyéb adatgyűjtőkkel. Az első cikk ez volt, amit ezzel kapcsolatban én láttam, ez hitelforum.hu, és úgy szól, hogy itt az újabb bejelentés 2024-től be akarják tiltani ezt is Magyarországon. Ez 4. Hó 25 -e ez a cikk, 2024-től a környezetvédelem jegyében egy újabb eszközt nyilvánítottak egészségre és környezetre károsnak több szervezet azt követeli az eu hogy tiltsák be a gáztűzhelyt. Ezekkel a szervezetekkel az a legnagyobb probléma, hogy a többség nem érti, hogy a háttérben ugyanazok az emberek irányítják ezeket, mint akik a döntéseket hozzák. Ők azok, akik pénzelik ezt a háttérből, ezeket az úgynevezett NGO-kat, vagy nem állami szervezeteket, mintha ezek civil szervezetek lennének, de a pénz az ugyanonnan áramlik ezekbe. Felszervezik ezt idézőjelbe, csúnyán fogalmazva, olyan, mintha egy organikus folyamat lenne, mint a Greenpeace volt például, hogy elindul néhány ember, és akkor elkezdenek küzdeni azért, hogy csíppeljenek be minden kutyát. Miközben ez az, amit a rendszert irányító és uraló emberek csoportja szeretne. Létrehoznak egy ilyen csoportot, aztán egy következőt, egy következőt, és aztán így tovább. Mindegyiknek van egy kis célja, amit szeretne elérni. Aztán, hogyha ezt fontosnak találják, akkor idővel több és több pénzt jutatnak ebbe és nagyobb média figyelmet is kaphat, ezáltal több ember megismeri, több ember csatlakozik, megosztják a közösségi médiákon, amit szintén ők uralnak, és úgy tűnik, hogy elindult egy mozgalom annak érdekében, hogy tiltsák be a gáztűzhelyeket azért, mert ez aszmát okoz, mint ugye ez esetben majd ki fog ez derülni. A klímaaktivisták és a nyugati kormányok, amelyek szinte minden széndiokszid kibocsátó energiaforrást borzalmas fenyegetésnek jelöltek, hogy most a gáztűzhelyt szúrták a zászlajukra. Több szervezet is azt követeli az eu hogy minél előbb takarítsák le az elektronikai üzletek polcairól ezt az eszközt. Azt gondolom a vegyes tüzelésű elektronikus gáz, de egyébként a gáztűzhelyről van szó. Ez pedig, hogy széndiokszidot bocsájt ki... Nincs semmi a világon, aminek nincsen széndiokszid vagy karbon lábnyoma, idézőjelbe véve. Mindent elektromosan működtetünk, vagy bocsánat, minden fosszilis energiával működik, többnyire elektromos persze, de ami fontos az az, hogy a gáztűzhely az azon a ponton bocsátja ki a széndiokszidot, meg az egyéb égés termékeket, míg az elektromos autó egy másik ponton, de az elektromos áram az nem a semmiből jön létre. Illetve hát legalábbis nekünk azt mondják, hogy nem a semmiből jön létre, mert az egy külön történet, hogy hogyan is van elektromos ára. Ez több mint 100 millió ember Európában használ még mindig gázkészülékeket, és ez a két szervezet, ugye a CLASP és az Európai Közegős Közegészségügyi Szövetség tanulmánya szerint ez túlságosan sok és hatalmas beltéri légszennyezettséget okoz olyannyira, hogy ez megszegné a kültéri légszennyezettségnek az előírásait. Ezt a rengeteg statisztikát, amit itt is, meg össze én is használok, ezeket én természetesen mindet úgy veszem, hogy azt írnak oda, amit csak akarnak. Felhasználható, persze, hogy bizonyítsunk valamit, amit alá szeretnénk támasztani, de érdemes mindig átgondolni, hogy kik is azok, akik készítik ezeket a statisztikákat, mi a célja, le tudjuk egyáltalán ellenőrizni. Persze, hogy nem. Úgyhogy az, hogy hány gyerek, meg mennyien halnak, meg emiatt, meg amiatt, sose fogjuk megtudni, azt mondanak, amit akarnak. És nem azt mondom, hogy egyáltalán nem bízom meg semmiben, amit mondanak, de a többségében bizonyára valamilyen formában manipulálják ezeket. Az aszma kockázat a másik, ami miatt felmerült a gáztűzhelyeknek a betiltása, ez 23. Ez január már, az egy amerikai szövetségi ügynökség a gáztűzhelyek betiltását fontolgatja, miután kiderült, hogy a gyermekkori aszmához köthető beltéri szennyezésnek ezek a forrásai. A gáztűzhely, hogy miért érdekes a gáztűzhely? Egyrészt azért, mert egy alternatívát biztosít az elektromos áram mellé. És az alternatíva az nem jó, mert azt jelenti, hogy az nem ellenőrizhető. Legalábbis nem olyan könnyen ellenőrizhető. Mondhatjuk azt, hogy egy gázórát felszerelnek, igen, de mindenki érti, hogy az elektromos áram az mennyivel kényelmesebb ilyen szempontból, mennyivel egyszerűbben mérhető, legalábbis a technológia jelenlegi állása szerint. Különösen azért, mert erre álltak rá, és nem arra, hogy gázt mérjenek. A másik pedig az, hogyha ha gázpalackokra gondolunk, akkor az megint csak egy alternatíva. Nyilván azt is lehet akkor, hogy nem lesz több gázpalackhoz kész, mint kivonják a forgalomba. És hogyha valaki figyelt, akkor láthatta, hogy mi történt a gázpalackok árával a közelmúltban. Én emlékszem, még két éve lehetett venni 3-4 ezer forintért kis gázpalackot, most 12-15 ezer forint a kicsi gázpalack, ami két-három év alatt ötszörösére növekedett. És az a célja ennek, hogy ne tudjanak az emberek hozzájutni ehhez, vagy nehezebb legyen. Most már tölteni sem lehet, így csak most az elmúlt évek során én szemem előtt számos benzinkút zárta be ezt a lehetőséget, hogy gázpalackot cseréljen, és mindenhol általában sorba kell állni, meg várni kell, meg bejelentkezni. Tehát ez megint csak abba az irányba mutat, hogy tüntetik el szépen lassan a piacról, ezeket az alternatív energiaforrásokat. Minden lehetőséget számba veszünk. Azokat a termékeket, amelyeket nem lehet biztonságossá tenni, be lehet tiltani. Ez ugye az egy a testületnek az illetékese Amerikában. Közétett jelentés szerint az ügynökség intézkedéseket tervez a tűzhelyek által okozott beltéri szennyezés kezelése érdekében. Úgyhogy akkor lehet, hogy olyan drága lesz, akkor ilyen biztonsági akármi kell hozzá, olyan bizonyítvány, ilyen szakértői ellenőrzés, az megint csak több bürokrácia, több szakember, és aztán megy fölfel az ár, mert ezeket még mindet be kell vonni. Az első lépés lehet ez, vagy az egyik, nem feltétlen kell azonnal betiltani. Hogyha csak fölmegy az ára, és nem éri meg az emberek, azt fogják választani, amit ők ugye szeretnének, hogy válasszanak. Ez, hogy a gyermekkori aszmának közel 13%-át a gáztűszei váltotta, én nem vonom kétségbe a, a mérési, meg a szociológiai lehetőségeket, illetve módszereket, de hogy hogy lehet azt megállapítani, hogy 13%-át és nem 20-at, azt ö, egyelőre én nem nagyon látom át. Itt van az, amit említettem az előbb, hogy a készülékek károsanyag kibocsátására vonatkozó szabványoknak a meghatározása is felmerült, ugye a betiltás mellett. A menjünk tovább, ez napi.hu betilthatják a gázkazánokat és tűzhelyeket, egyre több lépést tesznek ezügyben. Tehát nem csak a tűzhely, de a gáz kazánt is be lehet tiltani. Am amikor megnéztük a fával kapcsolatos híreket, láthatjuk, hogy már a fatüzelősi kazánnal is baj van, mert ilyen anyagokat bocsát ki a szobába, meg nem annyira hatékony, mint az elektromos, mindent megmagyaráznak, azt szeretnék, hogy az emberek könnyebben elfogadják ezt. És van az emberiségnek egy jelentős része, amelyik már annyira ostoba lett, hogy készpénznek veszi azt, amit olvas ezekben a hírekbe. Az első és legfontosabb oka persze ők is kiemelik az, hogy vissza akarják szorítani a fosszilis energiahordozóknak a használatát, legalábbis a közvetlen használatát. Ami azt jelenti magyarul, hogy a közvetlen használat az az, hogy a fogyasztó nem használhatja. Ők előállíthatják, meg kénytelenek előállítani az elektromos áramot fosszilis energiahordozóból, mert a világon nincs annyi napenergia, hogy azt, vagy olyan technológia, amivel mindezt fedezni tudnák. Megmutatnék egy rövid bejátszást a Joe Rogan podcastból, ahol Peter Zéhen geopolitikai elemző magyarázza el a problémát az elektronikus készülékekkel, meg erről az egész elektromosra való átállással kapcsolatban. Szóval egyáltalán nem olyan jók szén szempontjából, mint ahogy azt a többség gondolná. Most of the data that exists doesn't take into the fact that most of this stuff is processed in China, where it's all coal-driven. És az adatok, amiket ezzel kapcsolatban a közvélemény meg mi felhasználunk, azok nem veszik azt számításba, hogy a nagy része az előállításnak a nagy része az olyan üzemekben történik, főleg Kínában egyébként, amit fosszilis energiával különösen szénnel üzemeltetnek. And it does not take into account the fact that most grids that they run on are also majority fossil fuels. És azok a hálózatok, amiket használnak ezek az eszközök, legyen az elektromos autó, mint ebben az esetben, vagy szélesebb körben bármi, ami elektronikus, azok szintén szénnel üzemelnek. And that extends the break-even time for carbon from one year to either five or ten, based on what model you're talking in. But the big és ez megnöveli a, a, tehát azt az időt, ami szükséges ahhoz, hogy ez szén semleges legyen ez az egész, ez növeli ez a rendszernek azt az időt, amit megkíván, hiszen minden pontján fosszilis energiát használnak fel, csak éppen nem ott, amit az emberek látnak. De, de ez is demonstrálja azt, hogy ez az egész egy álomvilág. Ez csak egy, pontosan úgy van, mint az álomvilágban. Hogy egy leplet elhúznak az embereknek az orra előtt, az arca előtt, hogy a valóságot nem látják. Azt hiszik, csak azt látják, ami ott van körülöttük. Hogy jó, én elektromos tűzhelyt használok, meg elektromos autóban is, én védem a környezetet. Igen, ott, ahol vagy, de egyébként mindenhol máshol az a rendszer az, az szénnel üzemel, meg okádja ki magából a füstöt. De te azt gondolod, hogy te mennyire jó vagy és véded a környezetet. És aztán persze még egyéb problémák is előjönnek ezzel kapcsolatban. A be able to make it much longer az az, hogy nem fogják tudni már előállítani ezeket a dolgokat. én ezt annyiszor igyekeztem már elmagyarázni azok számára, akik, akiket érdekelnek ezek a dolgok, hogy nincs olyan, hogy valami tökéletes, hogy majd elektromos autóval megyünk, és az nem szennyezi a környezetet. Egyrészt az a probléma, amit eddig mondott, de a másik az, hogy nem lehet előállítani őket, mert nincsen hozzá nyersanyag, világos. Nem, ez egy mesterséges dolog, amit nem lehet csak úgy, hogy én elhatározom, hogy mostantól elektromos autót gyártok. Really szóval, ha mindent elektromossá akarunk tenni, az azt jelenti, hogy nem csak a, a járműnek kell elektromosnak lennie, hanem az egész rendszernek, amit táplálja az elektromos járműt, meg ezt a hálózatot. Mindennek elektromosnak kéne lenni, de végső soron valahonnan kell energiát szerezni. We need twice as much and És az azt jelenti, hogy kétszer annyi rész kell, mint amennyit most használunk. Four times as much Négyszer annyi króm. Négyszer annyi nickel. And ten times as much and so És tízszer annyi lítium kell, mint amennyi most van. Pl -pl 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 decade in human the of material Soha nem történt még olyan egyetlen évtizedben sem. Tíz év alatt, hogy meg lehetett duplázni egy ilyen alapvető nyersanyagnak a bányászását, illetve a feldolgozását az emberiség történelmében. Úgyhogy ez egyszerűen csak lehetetlen a cél, amit kitűztek. And we need all of this by 2030. És mindez 2030-ra ugye meg kellene valósítani. It's just not technically possible. És visszatérünk ide az álomvilágra. Itt azon az IEA, ez az, az Európai Ügynökség, Energiaügynökség, Nemzetközi Energiaügynökség, azt mondják, hogy 400 lépést vesz sorra, melyel a szervezet szerint elérhető, hogy a világ 2050-re netto nulla széndiokszid kibocsátási értéket mutasson. A szervezet 2025-től nem lenne szabad új foszilis tüzelőanyaggal működő kazánokat értékesíteni. 2025-től? Három és fél év múlva se gázbojler, se a lakásban való gázzirkó, Se pedig kondenzációs kazán nem lehetne üzembe helyezni azért, mert a gázkazán sok olyan káros anyagot bocsát ki a működése során. Nevetséges az egész, szánalmas az. szánalmas az, hogy az emberek elhiszik, hogy ez így van, miközben az, az információ rendelkezés áll, mint ahogy bemutatta. És közben ezek mennek a médiában, és mindenki igyekszik ebbe. És azt gondolják, hogy ha a városba költöznek, akkor meg tudjuk menteni a bolygót, hogyha kevesebb műanyag zacskót veszek a boltba, meg ezt, meg az teljesen mindegy. Ez az egész egy manipuláció. Plusz amúgy is lejárt az időnk, úgyhogy még inkább mindegy. New Yorkban 2023 decemberétől kezdve, idén decembertől kezdve nem lehet olyan hét emeletesnél alacsonyabb új házat átadni, amelyben földgázt égetnek tűzhelyen vagy kazánban. A gáz tiltása a liberális vezetésű kaliforniai településekről indult évekkel ezelőtt, már olyan mozgalom már fejlődött, hogy Boston, Denver és Seattle is hasonló úton jár. 24.hu ugyanezt mondja, bár ők itt 20, 2026-ra teszik ezt a dátumot. 2029-től viszont már a magasabb házakra is érvényes ez a tiltás. New York az első, ahol szövetségi állami szinten tiltják a gázkészüléket, használtat azonban mintegy 80 város építési rendelkezései már most is tartalmaznak a földgáz használatának visszaszorítását célző előírásokat. HVG-ben kicsit árnyaltabb a helyzet, mindent nem fog elolvasni, de akit érdekel, megnézheti hvg.hu-n 2023. január 30-ai ez a cikk, és ezt ez találtam én különösen, hogy 40 millió amerikai gáztűzhely annyi metán kibocsátásáért felelős, amennyi megegyezik 500 autó szén kibocsátásával. Ami azért elég jó arány, hogyha megnézzük. És persze van most mozgalom arra, hogy az autókat is lecseréljék, meg betiltsák, de azért láthatjuk, hogy 40 millió az 500 ezerhez azért az nem rossz. Az idővonal is valami figyelemre méltó, hogyha megnézzük New Yorkot, itt ebben az esetben a kormányzó azt mondta, hogy 2028 után már azonnal jó, ha az átadott épületekben elektromos áramot lehetne használni a konyhában, csak 2035-től pedig nem lehetne gáztűz eladni. Itt egy következő rövid videó, amit szeretnék megmutatni, mielőtt neki megyek. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Ez nem hivatalos forrásból van, úgyhogy mindenki azt kezd vele, amit akar, csak nézzük, hogy mit... arról beszél egyébként a tulajdonos, hogy van egy elektromos Hammer járműve, és instaláltak egy 440 voltos Töltő. Ja. Nowadays. So this right here is the newly installed 440 volt fast charger for the new Hummer EVs. Uh Just installed. Please note. Wait a minute. High voltage. 40,000 power Ugye ami fontos még, hogy ott laknak nem messze az elektromos vezetéktől, ami magas feszültségű, és ennek ellenére még ennek ellenére is installálniuk kellett egy gázolaj generátort, hogy meg lehet, azt a feszültséget el tudják érni, amelyre szüksége van ennek a járműnek. Ami egyértelműsítheti mindenki számára azt, hogy ez nem egy olyan technológia, amivel mi el tudjuk érni azt, amit ők szeretnének, legalábbis akik uralják és irányítják a világot, mondanak nekünk, hogy ők szeretnének elérni. Egyszerűen csak a technológia nem megfelelő ahhoz, hogy ezt végre lehessen hajtani. De erről is volt már szó régebbi videókban. Én próbáltam elmagyarázni azt, hogy nem lehet, hiszen van egy régi hálózat, ami próbálja az új technológiát, mégis ellátni, illetve befogadni, de, de sajnálatos módon ez csak nem tud működni, mivel azt nem erre tervezték. A mostani berendezések nagyobb kapacitásúak, gyorsabb töltést igényelnek, illetve a vezetékelése is más, meg, meg egy milliárd egyéb dolog, ami nem kompatibilis a régi rendszerrel. Csak azt akarják, hogy annyi időre, amíg a világ összeomlik, még az embereknek legyen vivvel foglalkozniuk, és fel tudjanak készülni a jövőre. De azon kívül őket egyáltalán nem értek se a környezetvédelem, se a semmi. Azt hiszem, hogy ez lesz az utolsó videó, az Elon Musk beszél arról, Joe rogan szintén, hogy lehetséges-e egy autót teljes mértékben napelemmel hajtani úgy, hogy az a napelem az autó testén helyezkedik el, hogy ne kelljen megállni az autónak, hanem folyamatosan megy és tölti majd

ezáltal növelni ugye a töltésnek a mennyiségét és az a gyorsaságát. Szóval lehetséges az, hogy a technológia olyan szintre fejlődik, hogy teljes mértékben töltődjön újra az autó, és örökké csak menni tudjon, anélkül, hogy a hálózatra kelljen csatlakoznia, tehát nem úgy, hogy most kínál a napon két hétig, és akkor feltölti magát, hanem megy és tölti magát, illetve megáll ugyanúgy, mint a töltőállomásnál, és aztán feltöltődik. Ugye ez nem lehetséges. Egy kilowatt négyzetméterenként, amelyet el tud érni a, a napfény. Ez a teljesítménye. Uh, 20 és 20-25 százalékos hatékonysággal működik a napelem. Tehát egy óra per négyzetméter, és a hatékonysága nem 100 százalék, ami azt jelenti, hogy egy napelem sem úgy funkcionál, hogy az az összes napenergiát összegyűjti, hanem 20-25 százalékát képes befogadni.

álom marad az emberiség számára. Hogyha 10 mérföldet rá tudsz tölteni egy nap, ami olyan 15-16 km, akkor az már nagyszerű eredmény. Energy, will... És az egyetlen megoldás, ami rendelkezésünkre áll, az az, hogy legyen egy teljes mértékben napelemről működtetett otthon, mint amit próbálnak és akkor ott töltögeted az autódat aztán majd azzal mész valamire, hogyha ha mész valamire remélem, hogy hasznosan találtátok mindezt és főként érdekfeszítőnek, mint ahogy én annak találom mindig ezeket a híreket ezért is osztom meg, megpróbálom meglátni azt az összefüggéseket, amit az atya megmutat, ami esetleg nem nyilvánvaló a többség számára ami azonban nyilvánvaló kell, hogy legyen, az a tény, hogy a lehetőségeink azok már most is korlátozottak, és így, hogy mi ide kiköltöztünk, relatíve vidékre, azért látom, hogy megvannak a kihívásai ennek az életnek, és sokkal egyszerűbb lenne az életünk, hogyha bent laknánk bármelyik emeletes házban a városban, viszont sokkal rosszabb is lenne. Sokkal távolabb lennénk az Atyától, és számomra a legfontosabb az, hogy közel kerülhessek hozzá, halljam a hangját, és igyekezzek mindent megtenni, amit ő elvár tőlem, mert szeretném, hogyha látná, hogy én nagyra értékelem mindazt, amit tesz és tett értünk. Én most is köszönetet mondanék neki, és mindazoknak, akiket arra indított, hogy támogassák a munkánkat és akikkel együtt dolgozhatok, és remélhetőleg a jövőben is ez így marad. Köszönöm még egyszer a figyelmet, mindenkinek szép napot, és halleluja! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.